Sziasztok, Dóri vagyok. Tartsatok velem ma egy 20 perces kis body art etappal. Ha sokat erősítötek, vagy jártok fitnessterembe, vagy csináljátok a home office-ba a home tréningeket, akkor már biztos, hogy megrövidültek az izmaitok. És ez a 20 perc pont arra lesz jó, hogy egy picit megnyújtsuk a megrövidült izmokat. Úgyhogy gyertek már is, tartsatok velem, üljetek a szőnyegetekre, zárjátok össze a nagylábújatokat, nyissátok szét a térdeteket, és hasaljatok be előre, középre. Mobilizálunk, nyújtogatunk. Nyissátok szét az ujjaitokat, válszélességnél szélesebben a karotokat. Vegyétek a levegőt, óron vedd, és a szádon keresztül fújt ki. Tartsátok a hasizmotokat, és ha jól esik, engedd le a fejed, vagy engedjétek le a fejeteket, és vegyétek mélyen a levegőt, egészen a hátatokba szívjátok be, és a szátokon keresztül fújjátok. Járjon át a levegő az egész testedet, óron vedd, és a szádon át folyt ki. Majd emeld meg a fejed, hosszan nyújtózz a gerinceddel. Próbálj ülni a sarkadon, és a mellkasod az férjen be a két tért közé, vagy lassan billegtesd, jobbra-balra a csípőd, ülj ki a jobb, majd a bal sarkadra. Ú, ez nagyon jól esik derékfájósoknak. És lélegezz mindig, legyen nyújtva a karod, és legyen erős. Az azt jelenti, hogy feszíted az izmaidat, majd állítsd meg középen, és gördülj fel négy kézláb. De emeld meg a fejed, és egyenes háttal ülj vissza. Belégzésre felgördülünk, kilégzésre visszaülünk. Hosszan nyújtózz, ahogy jól esik, és vedd a levegőt. Nyomjuk el a tenyerünkkel magunkat, aktív az a hasfal, és a légzés össze van kapcsolva a mozgással. Amíg jövünk fel, vesszük a levegőt, és visszaúton kilégzés. Fordítsuk meg egyenes háttal fel, és gömbölyű háttal vissza. Belégzés, és kilégzés. Ez nagyon jól esik, mobilizáljuk a gerincünket. Ez az, vegyük a levegőt. Jobbra-hátra karkörrel, gyere fel, nézz a karod után, és ülj vissza, fújt ki. Csere bal, belégzés, kilégzésre vissza. Nézz a karod után, kísérjed a mozgást, szívunk és fújunk. Nem kell túl feszegetni, a váll ízületed nem annyira mobil, akkor egy picit nagyobb körben gyere, és még egy utolsó. És gyere fel négy kézláb, maradjunk fent, domborítsuk a hátunkat, nyújtózzunk vissza, üljünk hátra. Ne mozdítsd el a tenyered, belégzésre fel, kilégzésre domborít, nyújt a gerinc, és visszaül. Szív a levegő, lapocka felnyom a mennyezet felé, vissza és hátra. Gyere, négy kézláb, lábujjhegy, V-pózba tolt fel a feneked. Ülőcsont széles a láb, terpesz, váltott tért hajlít, helyben járunk. Fenekünket toljuk a magasba, leszorít a váll, lóg a fej a két fákar között. Ezzel a helyben járással sétálunk előre. A kezünk felé, ülőcsont széles a terpesz, majd lassan csigolyáról csigolyára gördülj fel, vedd a levegő. Kilégzés, fújt ki, engedd a kard, belégzés. És ki, hosszan nyújtózz, és nyomd a sarkad a talajba. Kísérje a fej a mozgást. Kilégzés, fűzd össze lent az ujjaidat. Húzd fel a homlokodra, domboríts a hátaddal, told bele a tenyered felé. Emel a kar, és engedd le. Belégzés, emel a könyök. Told nekem a tenyeredet, engedd a fejed a két fákar közé. Belégzés, és ki. Folytasd, szív, domború a hát, fúj, nyújtózz, ülj bele, fújt ki. Belégzés, emel, domborít, hajlít a tért, felemelkedik, és le. Mutatom oldalról. Légzésedre figyelj. Minden gyakorlatnál van egybe. Egy ki,
egybe, és egy kilégzés. Legyen teljes a mozgás tartomány, hogy jól esik. Térdelőd, zárod a karod, domborítod a hátad, te egy labdára hasalnál. Kilégzés, belégzés, és a domború hátat tartsuk meg. A háti szakaszodat, a derekadat és a lapockádat is told hátra, majd fordulj ki a jobb karod alatt, vissza közép, és a bal kar. A tenyér marad homlok magasságba. Törzs fordít jobb kar alatt, és a bal. Még egyszer jobbra-balra, hasalunk a labdára, majd vissza középre, felegyenesedünk. Lengd a két kar, dőlünk egyenes háttal, ha nem megy tovább, boka fog és homlok a térdhez húz. Hajlítsd be a két térdet, tedd a tenyered a combjaidra. Nyújtozz el a karral a gerinccel. Engedd, lazítsd a gerinced, belégzés. Nyomod el magad a combottól, húzod hátra és le a vállat, feszíted a hasizmod. Kilégzés, belégzésre nyújtóz, kilégzés, folytasd. Farokcsonttal hátra tolunk, mákassal, bordakossárral előre. És még egy utolsó, belégzés. Csúsztasd a kezed, kilégzés, full stretch. Engedd le az ujjaidat a lábad elé, picit nyisd ki a lábfejed kifelé, és ülj a sarkadra. Marad lenne a két sarok, és a külső talpéredet nyomod kifelé. Előrébb sétálunk a kezünkkel, annyira, hogy még a sarkunk a talajon maradjon, de érezd, hogy már nem tudsz tovább menni, és nyúlik hátul végig a hátsó láncot, farizmot, csípőd, gerinced. Ott maradnak az ujjbegyek, kinyújtod a lábad a gerinced, és párhuzamosan forgasd a lábfejed. Bordakosár előre húz, de nem viszed előre a súlypontot. Visszaforgat a sarok, ott maradnak az ujjak. Leülünk a sarkunkra, beenged a fej a gerinc. Vissza elnyújt, forgat paralel a láb. Nyújtod a gerinced, nem feszül a nyak, nyílik a mákas, vissza kilégzés, belégzés, és kilégzés. Gyerünk még, háromszor ismételd, és a nyújtott gerinc, és nyújtott lábat fogjuk megtartani. Kifúj, beszív utoljára. Ülünk a sarkunkra, nyomjuk kifelé a térdünket, és megtartjuk. Itt mozgass meg a súlypontodat előre-hátra, vidd vissza a sarkadra a testsúlyodat, és egy 5-10 centivel sétálj előrébb az ujjaiddal. Még jobban nyíljon a mákasod, húzd le a vállad, és a bordakosaradat húzd előre hosszan. Három légzésig megtartjuk. Kettő, húzódik hátul biztos a combhajlítód. Kilégzésre visszaülünk a sarkunkra, megemeljük a fejünket, és egyenes háttal nyújtott karral felállunk. Visszahozzuk párhuzamosba a karunkat, a lábunkat, és guggolunk. Egy, tenyérbe zár, kettő, emelkedik. Fújunk, szívunk, erős a karunk, erős a lábunk. Nyomjuk a sarkunkat a talajba, irányítsd te a mozgást, levegőre, kifúj, beszív, kifúj, beszív. Nyugodtan menjen a fej, és legyen végig egyenes a hátad. Nem a guggolás mélysége érdekel, hanem a légzés. Négy van még, három. Kettő, guggolásba megtart, és megemel a két kar. Tartsd meg abban a szögben oldalt, 45 fokba vagy fönn, ahol a váll ízületed engedi. Az nekem körülbelül itt van. Tartod a hasizmod, nem vagy domború, nem vagy homorú, és húzd ki magad. Egy ilyen stormot kéne csinálnunk, mindenkinek a saját szögében, ahol engedi a válla, a lapockája, a törzsizma, a csípője.
Figyelj magadra, nyomod le a sarkad, erősek a lábak, nyújtózz a karral a gerincel, vedd a levegőt, még 3, 2, és egy utolsó, felegyenesedik, beledőlünk egyenes háttal, full stretch, ha úgy állsz a szőnyegeden, kezeddel sétálj előre, vagy a lábaddal lépj hátra. Egy hover pozícióba, függőleges a kar, egyenes a hát, feszes a hasizmod, és V-póz. Nyomd a sarkad lefelé, a farokcsontod a magasba, lógatod a fejed, és erős a karod. Vissza előre, és V-póz, belégzés, elől ki, és be. Figyelj arra, hogy vízszintes alá, ide ne menjen a derekad, tartsd meg középen. Menj folyamatosan. Felnyomod magad, és vissza. Minden ujjaddal, a tenyereddel, a kéz gyököddel nyomjál. Erős vagy. Még 4, 3, a sarkakat toljuk végig hátrafelé. 2, 1, V-pózba megállunk. Helyben járunk, hogy jól esik. Mozgasd át a csípőt, laza a fej, egyenes a hát. Majd megállunk, kilépünk jobb lábbal előre a jobb kezünk mellé. Kifordulunk jobbra, elnyújtózunk, a bal láb legyen nyújtva. Visszatesz a tenyér, hátralép, V-póz. Bal láb elől. Balra törzs fordít, utána néz. Vissza a bal tenyér, feltol a csípő, hátra lép. Jobb láb 1, belégzés fordul 2, vissza 3, hátra 4. 1, bal láb, kifordul 2, és menjünk folyamatosan. Jobb, fordul, lehet vidáman ám. Rakjál be egy jó kis zenét, amit szeretsz. De ne túl gyorsat, azért ne 160 BPM-es legyen. Az azt jelenti, hogy annyi az ütemszáma percenként, mert az nagyon gyors. Még egy jobb, egy bal. Egy 120-130-asra csinálhatod. Bal láb. Kint marad a jobb lábunk, előre lépünk. Rátesszük a jobb tenyerünket a jobb combunkra. Marad a bal kar nyújtva, és a bal lábfej beakaszt a jobb boka mögé. Arra figyelj, hogy a mellkassal nyújtózz előre, ne ülj le a fenekedre, és a válladdal nyomd el magad. Visszalép a bal, le a jobb tenyér, hátra lép, bal láb kilép, bal kéz mellé, bal tenyér a combon, jobb lábfej a bal sarok mögé beakaszt, elnyomjuk magunkat, nem üldögélünk, és kihúzod magad. Hátra a jobb, le a bal tenyér, V-póz, jobb láb, jobb tenyér, bal láb fejakaszt. Jó kis erőgyakorlat. Hátra lép a bal, és a jobb lábbal V-pózba zár. Bal láb, jobb sarok, jobb láb, hátra V-póz, na hajrá. Lent lévő vállad stabilizál. Légzés. Kifújod, visszaúton beszívod. Jó kis törzsizom, karizom, lábizom, és V-póz. Helyben járunk, majd lassan leengedjük a két térdünket. Child pose. Összezárod a lábujjadat, beengeded a mellkasodat, két combot közé. Felgördülsz, 4 kézláb. Lábujjhegy, low push-up, vissza, hátra ülünk. Belégzés, felgördül, lábujjhegy, low push-up, kilégzés, vissza. Igazából úgy lélegzel, ahogy neked jó. Arra figyelj, hogy ne mozdítsd el a tenyered. Gördül, egyenesbe hoz a gerinc. Könyök szorosan a törzs mellett, fekvő támasznál, és vissza. Még 2 ismétlés. És még egy utolsó.
és előre hasalunk kényelmesen. Letesszük a lábfejünket, a hüvelykujj marad a mellvonalnál, leszorítod a füledről a vállad. Belégzés törzsemel, kilégzés vissza. Hosszan nyújtóz a mellkassal fölfelé és előre. Ez a szívunk, és fújunk. Maradj lent, emeld a jobb lábad, majd engedd le, bal, és le. Húzod közben hátra a könyököd, a csípőlapát lent marad, és hajlítsd be a jobb lábad, emeld meg, engedd le, nyújtsd ki, bal láb hajlít, feltol, vissza, le. Hajlít a jobb, megemel, hátra fordulsz, leteszed a jobb talpadat, ott marad a bal tenyered, kinyújtod a jobb karod a magasba. Egyenes háttal ülünk, vissza a tenyér ugyanoda. Fel, és letesz. Bal láb hajlít, feltol, utána fordul, letesszük a bal talpunkat, ráülünk a fenekünkre. Marad a jobb kar, a jobb tenyér, bal karral nyújtóz. Itt figyelj, hogy ne emeld a feneked. Vissza a bal tenyér. Először a mellkas megy meg a hasunk, és az utolsó pillanatban hozod a lábad, és hajrá, jobb láb emel, hátraül, nyújtózik, vissza, mákas has csípő láb, bal láb. Ez a kettes szint, hosszan elnyújtózol. Következő, fel is emelkedünk, jön a jobb láb, elnyújtózol, és megemeled a csípődet, jó magasba, lefeszíted a lábfejed, ki van nyújtva a bal. Feszes a hasizom, a farizom, és a mellkassal nyújtózol, hogy jól esik. Visszaülünk, lehúz a bal váll, le a jobb tenyér, és vissza hasra, könyök hátra. Bal láb talpra érkezik, megemel, mellkas nyom, nem a derekadat tolod, a farizmodat, a hasizmodat, és nyílik a mellkas, menjen a fej. Vissza. És még egyszer jobbra-balra. Fordul, menjél folyamatosan. Belégzés, kilégzés. Ez az. Utoljára. Nagyon jó. És visszafekszünk. Lábujjhegy, feltol a csípő, szeméremcső. Mákas. És a fenekünkre ülünk. Megmozgatod a csípőd, ahogy jól esik. Felgördülünk négy kézláb, keresztezzük a két lábfejünket, átgördülünk a fenekünkre. Nagyon jó, csúszunk előre, a szőnyeg elejére, és gördüljünk le hanyat fekvésbe. Nyújtózz meg, ahogy jól esik. Távolítsd a karod a lábaitól, így van, lazán. Engedd le a karod, engedd szétnyílni a lábfejedet, és hagyj időt magadnak a pihenésre. Egy 5 perc, csukott szemmel mindenedet lazítsd el, ahol feszültséget érzel, oda szívbe mélyen a levegőt. Ezt ne csaljuk le, ezt próbáljuk megtartani, figyeljünk magunkra mindig. Ennyit gondoltam mára, ha valaki még nem ismerte a Body Artot, nagyon sok videó vagy YouTube videó fent van, nézzétek meg, a fit perceket nézzétek a Mind Megettével, keressetek, tartsatok velem legközelebb is, úgyhogy sziasztok!